Hamarosan befejeződik az aratás. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint ebben az évben nem csak a búza mennyisége, a minősége is kiemelkedően jónak bizonyul. Nagyszabású fejlesztések Vásárosnaményban. A Beregi városban nagy hangsúlyt fordítanak a turisztikai beruházásokra, intézmények felújítására és energetikai korszerűsítésekre. 33. Tékatábor. Szombaton kezdődik Kelet-Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a Kárpát-medence néptánc és népzenei hagyományait, illetve a magyarság ősi foglalkozásait eleveníti fel. Jövő hét elejére befejeződhet a búza aratása. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint ebben az évben nem csak a mennyiség, a minőség is kiemelkedően jónak bizonyul. Tavaly hektáronként 5,2 tonna volt a termésátlag, ettől jobbra számítanak idén, tette hozzá Rácz Imre. A dinnye gazdák ügyében is történt lépés, a Nébik vizsgálatot indított az irreálisan alacsony áron értékesítő áruházláncoknál. Az aratási időszak közepén járnak jelenleg a gazdák, a betakarítást eleinte nehezítette a csapadékos időjárás, de ezen a héten már jól haladtak. Tavaly 5,2 tonna volt a termésátlag hektáronként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ettől jobbra számítanak idén, közölte televíziónkkal az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A termés minősége jó hatással lehet majd az árakra is. Jelenleg 42.000 forintot adnak tonnánként a búzáért. 10 nap alatt ezt a kenyérnek valahogy be tudjuk takarítani. Most hál' Istennek ezen a héten már a nedvesség és a megengedett értékhatár alá ment, úgyhogy mindenki a betakarítás csúcspontjában. Szerintem a héten, ha ilyen idő lesz, akkor a bizonyos búzabetakarítás még hétfő 26%-on át. Szerintem ez a 80-90%-ot el fog érni hétfőre, és nagyon jó a mennyiség is, a minőség is. A jelenlegi betakarított mennyiségnél még jobbnak mutatkozik a tavainál. Lassan kezdődik a hazai dinnyetermés betakarítása is, de néhol már szedik a gazdák. A termelők nem örülnek az áruházláncok dinnye akcióinak, hiszen ezek a felvásárlási árakat is befolyásolják majd. A termelés sokba kerül, a felvásárlási ár pedig az eddigi tapasztalatok szerint a fogyasztói ár 25-30%-át teszik ki. Bizonyos áruházláncok kilogrammonként 99 forintért árulják a dinnyét, ezért a termelők a Nébik segítségét kérték. Természetesen a Nébik mindig eljár a jogszabály adta lehetőségek mentén, annak érdekében, hogy a magyar termelők megfelelően tudjanak érvényesülni a piacon. A vizsgálatok elindultak, később tudunk róla információval szolgálni. Az irreálisan alacsony akciós ár a gazdálkodók megélhetését veszélyeztetheti, pedig csak a Szabolcs megyei Nagy-Cserkeszen például mintegy 50 család foglalkozik a dinnye termesztésével. Hőségriasztás lépett életbe vasárnap éjfélig, a hétvégén várhatóan 36-37 fok körül lesz a maximum hőmérséklet. A következő napokban különösen ügyelni kell a folyadékbevitelre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, illetve légkondicionált helyen. A bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, megyékre és városokra lebontva. A kamionstoppot is felfüggesztik a tartós kánikula miatt. Egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton és vasárnap korlátozás nélkül közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a magyarországi utakon. Több mint 2,2 milliárd forint összértékű fejlesztések előtt áll Vásárosnamény. A Beregi városban nagy hangsúlyt fordítanak a turisztikai beruházásokra, intézmények felújítására és energetikai korszerűsítésekre. De bővítik az egyik óvodát is, csoport és oktató szobákkal, illetve egy tornateremmel. Mozgalmas időszak előtt áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnamény. Több helyen már javában zajlik a beruházás. A településre topos és más támogatásoknak köszönhetően több mint 2,2 milliárd forint érkezik.
A nyár vásárostamiban nem uborka szezon, hiszen a topos pályázataink elbírálása folyamatosan előrelép. Elkezdődött azzal, hogy az ipari területünkön a közút kiépítése, illetve a közvilágítás és a csapadékvizelőzéses pályázatunk 510 millió forintos támogatásban részesült. Ezzel párhuzamosan az óvodafejlesztéses projektünk is közel 245 millió forintos támogatást kapott. Nagyon fontos számunkra, mert egy régi óvodaépület helyére egy bölcsődét építettünk, ezzel párhuzamosan hogy a csoportlétszámok növekedtek, viszont ez a pályázat lehetővé teszi, hogy helyreálljon a rend, és két csoportszobával, logopédiai szobával és egy kis tornateremmel bővüljön az óvodánk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összesen 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztési keretből 161 millió forintot kapott Vásárosnamény. Ennek köszönhetően egy turisztikai központot hoznak létre Gergely Juhornyán. De közel 70 millió forintos GINOP forrást is nyertek, ezt pedig egy lapátos pihenőhely kialakítására fordítják. Ezek a beruházások évtizedek óta váratnak magukra. A település polgármestere hozzátette, nem a tiszaparti vállalkozók ellen akarnak dolgozni, hanem őket segíteni. Helyi és megyei paktumoknak köszönhetően pedig összesen 345 millió forintot különböző képzésekre és a helyi munkaerő bővítésére, de gyerekprogramokhoz is kapnak anyagi segítséget. Egy EFOP-os pályázat, a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás adta be ezt a pályázatot. Itt térségi gyermekprogramokra, integrált kistérségi gyermekprogramokra kerül sor. 500 millió forintos támogatásban részesült a kistérség. Ez nagyon fontos volt számunkra, hiszen ez egy folyamatnak a következő állomása. Egy ilyen jellegű pályázatunk volt a korábbi időszakban, ezt tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk folytatni. Épp ezért fontosak az államtitkári látogatások, az államtitkári bejárások, hiszen Cibere Károly nemrég járt a városunkban, és személyesen is meggyőződött arról, hogy milyen munka folyik itt, illetve milyen helyzetben vannak a családok itt a Bereg szívében, Vásárosnaményben. Egy másik top forrásnak köszönhetően öt középületben összesen 413 millió forint értékben napelemes rendszert és hőszivattyút építenek ki a költséghatékonyság növelésére. Az érintett intézmények közé tartozik például a Városháza és a Művelődési Központ. A számos beruházás mellett még egy fontos topos elbírálásra vár a település. Szeretnének egy összekötő kerékpárutat kiépíteni a Vásárosnaményi Szabadságtér és Kisorsány között. Szombaton kezdődik Kelet-Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, a 33. Téka népművészeti tábor, amely a Kárpát-medence néptánc és népzenei hagyományait, illetve a magyarság ősi foglalkozásait eleveníti fel. Az önkormányzat tervei szerint egy 100 millió forint értékű beruházás eredményeképpen hamarosan fejlesztik a tábornak évről évre helyet biztosító nagykellő harangodot is. A Kárpát-medence valamennyi autentikus magyar táncának anyagával és lépéseivel is megismerkedhetnek azok a gyerekek és felnőttek, akik kilátogatnak a július 30-áig tartó programsorozatra. A tanulást képzett táncpedagógus szakemberek segítik, a foglalkozások során többek közt a bukovinai, a somogyi, a szeghalmi és a györgyfalvi táncokat tanulhatják meg a gyerekek, vagy tökéletesíthetik eddig megszerzett tudásukat. A táncoktatás délelőtt folyamán is van, 10 órától fél 10-től fél 1-ig, ugyanígy a kézműves foglalkozások és a délután folyamán is 3 órától kezdődnek a táncoktatások, illetve a kemencézés foglalkozás, illetve a citera oktatás és az ének oktatás, délután pedig fél 5-től 7 óráig a kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A tábor ideje alatt kipróbálható és elsajátítható az agyagozás, bőrművesség, csipkeverés, csúhézás, vafaragás, gyékkényezés, gyöngyfűzés, kemencézés, kosárkötés, kovácsmesterség, nemezelés és szövés minden fortéja. Az önkormányzat a rendezvény megtartása mellett a tábor területét is fejleszteni. A megyei fejlesztési ügynökség koordinálásában pályáztunk turisztikai fejlesztésre. A harangodon egy új szociális blokk fog majd elkészülni az Eckler Dezső tervei alapján, hogy ez fontos kiemelni, hogy a harangodon van egyfajta építkezési stílus. Azt fogjuk folytatni, ez egy 100 millió forint körüli fejlesztés lesz, egy új épület, ahol a harangodra táborozni érkezők, illetve a harangodon minden nap pihenni vágyóknak a vizes blokk, szociális blokk, WC problémáit oldja meg. A tábor ideje alatt minden este hajnalig tartó táncház és bál segít kikapcsolódni az összesen közel 1000 látogatónak. A jövő hét szerdán pedig a Tükrözzenekarat koncertet a tábor lakóinak.
Gumiabroncsok kaptak lángra egy apagyi telephelyen tegnap délután. A tűzhöz a nyíregyházi tűzoltók vonultak ki, majd több vízsugárral elkezdték az oltást. Személyi sérülés nem történt, viszont a rendőrség a telephely melletti utat lezárta a mentési munkálatok idejére. Japán metszetek címmel nyílt kiállítás az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban. Zsadányi Zsolt festőművész keleti ihletésű tárlata a japán kultúrát szeretné közelebb hozni az emberekhez. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Három válogatott kapussal várja a bajnoki rajtot a kisvárdai női kézilabda csapat. A bolgár Ekaterina Dzsukeva már a legutóbbi szezonban is a várdaiakat erősítette. Az ukrán nemzeti csapatban védő Balog Judit Vácról, Trifa Ágnes pedig Békés Csabáról érkezett. 127 együttessel rajtolnak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságok. Az első osztályban 16, a három másodosztályú csoportban 48, a négy harmadosztályú csoportban pedig 63 gárda kezdi majd el a pontvadászatot. Japán metszetek címmel nyílt kiállítása az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban. Zsadányi Zsolt festőművész keleti ihletésű tárlata a japán kultúrát szeretné közelebb hozni az emberekhez. Az alkotó még nem járt a távol-keleti országban, a műveket egy véletlen találkozásnak köszönheti. Falmetszetek, utcák, sikátorok, a távol-kelet hangulatát hozta el a nyírségbe Zsadányi Zsolt kiállítása. A festőművész tárlata az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban látható, így még szélesebb közönséghez juthat el, emelte ki a város alpolgármestere köszöntőjében. Amikor eljön az ember bevásárolni, vagy ügyeket intézni, akkor van egy kiállítás, én rendszeres látogatója vagyok, és egy picit, ez a pici stúdió a világot hozza el nekünk. A távol-kelet, pontosabban Japán a téma, de azt gondolom, hogy nincsen ember, akit nem mozgatná meg a fantáziáját, és jó eséllyel az ember soha nem jut el Japánba, de ezek a képek által egy kicsit ott vagyunk, és élekbe átérezzük a szangolatot, amit ezek a sikátorok vonzanak, a falmetszetek mutatnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és várom a következő lehetőséget. Zsadányi Zsolt hajdúsági születésű festőművész, aki évek óta Szabolcs megyében alkot. Jelenlegi tárlatának célja, hogy közelebb vigye az emberekhez a japán kultúrát. Az elmúlt időszakban ázsiai és japán témák után érdeklődött. Ekkor talált rá egy szerb festőre is, aki japán falmetszeteket dolgoz fel alkotásaiban. De a tárlatot egy véletlen inspirálta. Szobabiciklizés közben mindig a YouTube videókat szoktam nézni, és akkor vannak a YouTube-on mindenféle ilyen sétálós videók, mindenféle városról, Kalkuttától elkezdve mindenféle városról, és van Tokióról is, és ahogy néztem a tokiói videót, nagyon megtetszett Tokió. Egy nagyon szép és élhető város. Nem is olyan rég volt az interneten egy felmérés, hogy Tokiót nyilvánították a legélhetőbb városnak. Erre persze van egy ellenérv is, van egy ismerősöm, akinek a fotóit feldolgoztam a mostani kiállításon, Dóci Tamás. Ő azt mondja, hogy reggel 7 és 8 óra között egyszerűen téboly, amikor úgy állnak, mint a heringek a metró szerelvényben. A falmetszeteken túl úgynevezett jokocsókat, azaz japán sikátorokat ábrázolt még festményein Zsadányi Zsolt. Ezek nem az európai értelemben vett sikátorokat jelenti, hanem azokat a kis szűk utcákat, ahol kocsmák és éttermek vannak. Ezekben az alkotásokban olyan fényképek segítettek a festőnek, amelyet egyik Japánban élő barátja készített. Az akvarell technikával készült festményeket közel egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők a Sipeki fotóstúdióban. Három válogatott kapussal várja a bajnoki rajtot a kisvárdai női kézilabda csapat. A bolgár Ekaterina Dzsukeva már a legutóbbi szezonban is a várdaiakat erősítette. Az ukrán nemzeti csapatban védő Balog Judit Vácról, Trifa Ágnes pedig Békés Csabáról érkezett. A magyar válogatottban 25 alkalommal pályára lépő Trifa szeretné, ha a kisvárda lenne a bajnokság meglepetés csapata.
Védj egy jó kapust, tartja a mondás. Kisvárdán maximálisan megfelelnek a régi bölcsességnek, mivel három válogatott hálóőrrel kezdték el a felkészülést. A 29 éves bolgár Dzsukeva mellé érkezett a 22 esztendős ukrajnai Balog Judit és a 30 esztendős Trifa Ágnes. Utóbbi Békés Cseván kezdte pályafutását, és az elmúlt másfél évtizedben megfordult többek között a Vasas, a Debrecen, a Vác, a Dunói Város és a szlovén Krim csapatánál is. A magát szlovén bajnoknak, szlovén kupagyőztesnek és EHF kupagyőztesnek valló játékos eddig 25 alkalommal szerepelt a magyar nemzeti együttesben. A rutinos kapus örül annak, hogy versenyhelyzetbe került Kisvárdán. Három különböző stílusú kapus van itt, és oké, hogy egy ember állhat a kapuba, de nyilván ez egy csapatsport, tehát mindenkinek ki kell venni belőle a feladatát, és a kapusposzt amúgy is szerintem egy nagy felelősség, és tehát oda mindig aktuálisan a legjobb formában lévő ember kell, úgyhogy meg én szeretek együtt dolgozni a többiekkel, tehát én nem vagyok ilyen monogám típus, hogy na, csak én. Ez egy csapatsport, nyilván én is már sok mindent tapasztaltam, többiek fiatalabbak, úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól fogjuk tudni egymást kiegészíteni, és ami nekem nagyon fontos, hogy fogjuk tudni egymást húzni, ami a legfontosabb szerintem. Bár a klub vezetői hivatalosan még nem tűzték ki a csapat elé a 2017-2018-as bajnokságra a célt, a kapus már megfogalmazta magában, hogy mivel lenne elégedett a szezon végén. Meglepetés csapat lennénk, annak nagyon örülnék, mert én úgy gondolom, hogy játékos állományban jó játékosok alkotják a csapatot. Itt ami a legfontosabb az, hogy csapat tudjon együtt funkcionálni, és ez legjobban inkább az egyéneknek a kvalitása akkor fog kijönni, amikor tét szituáció van. Nagyon remélem, hogy tényleg nagyon jó szezon fogunk, tehát jövő év végén vagy nyáron tényleg mosolyogni fogunk, és jó helyezés fogunk elérni. A Kisvárda három felkészülési tornán köztes saját rendezésünk lép pályára, plusz még két edzőmeccs is szerepel a programban. A három kapusnak így bőven lesz lehetősége arra, hogy nehéz helyzet elé állítsa Mátéfi Eszter szakmai igazgatót akkor, amikor ki kell jelölnie a Vác elleni nyitómeccs első számú kisvárdai hálóérét. 127 együttessel rajtolnak el a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei futballbajnokságok. Az első osztályban 16, a három másodosztályú csoportban 48, a négy harmadosztályú csoportban pedig 63 gárda kezdi majd el a pontvadászatot. A Magyar Kupára 35 egyesület adta le a nevezését, közülük négyen kerülnek fel az országos főtáblára. Lezárult a nevezési határidő, így eldőlt, hogy a tavainál négyel kevesebb csapattal 127 együttesen rajtolnak majd el a megyei futballbajnokságok. Az első osztály 16 csapatos mezőnyében ott lesz a legutóbbi bajnok Balkány, amely nem vállalta az NB3-os osztályozót. Újoncként pedig a három megye kettes bajnok, a Kótaj, a Dombrád és a Tarpa csatlakozott a megye egyhez. A másodosztályban 48 csapat vág majd neki a pontvadászatnak. 3x16 fős megye másodosztályú csoportunk lesz, mint az elmúlt években már régóta ez azért hagyomány nálunk, illetve szintén ugye a versenykiírásunkban szerepelt. Itt a megye másodosztályban azért voltak olyan csapatok, akik annak ellenére, hogy a jogot megszerezték, mégsem éltek az indulás jogával, gondolok itt elsősorban a Geszteréd, az Áhon csapatára, így emiatt történtek feltöltések. Természetesen a feltöltés az a versenyszabályzatnak megfelelően történt. Ugye az első körben mindig a legjobb fel nem jutó helyen végző csapatot kell felkérnünk, aztán a legjobb kieső, majd a második legjobb fel nem jutó, második legjobb kieső. Hát ennek köszönhetően például a megyei másodosztályban benn maradt az Aramocsa háza, aki a szezon végén úgy nézett ki, hogy kiesik ugye a 15. helyről, illetve olyan megye 3-as csapatok is feljutottak, akik a második helyen végeztek, viszont mégis a megye 2-be folytathatják, ilyen a Mária Púcs, illetve a Kocsord együttese. A megyei harmadosztályban az elmúlt évektől eltérően nem 5, hanem 4 csoportban játszanak majd a csapatok. A 3-16 csapatos és az 1-15 csapatos csoport azt is jelenti, hogy a korábbi években megszokottnál több meccs jut majd egy együttesnek. A játékos keretek még sehol nem véglegesek, mivel javában tart az átigazolási időszak. Július 1-én indult, nyitott meg az átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részéről, és egészen augusztus 31-ig tart. Természetesen pletykákat mi is hallunk, azért ennek a töredéke valósult meg már hivatalosan, tehát azért a csapatok nagy része még nem változtatott olyan sokat, viszont azt is tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres arról, hogy nyáron nagyon sok csapatnak kicserélődik a fél játékos kerete, úgyhogy azért most is nagy jövésmerés várható, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a július utolsó hete, illetve az augusztus közepére fog ez esni, tehát szerintünk akkor lesz a legtöbb népvándorlás.
Ami viszont ennél fontosabb, hogy ugye azoknak a labdarúgóknak is, akik ott maradnak az egyesületnél, szükség van új játékengedélyre, hiszen minden évre adunk ki új érvényes játékengedélyt, és ezeknek a kiváltása viszont nagyon fontos. Ebben el vagyunk egy kicsit maradva, úgyhogy ezúton is kérem a kedves csapatvezetőket, hogy az IFA rendszeren keresztül, hiszen most már minden ott megy, a versenyengedélyeket legyenek szívesek kiváltani, és szintén fontos információ, hogy sportorvosi igazolást is váltsanak ki, akinek betelt a sportorvosi lapja, az szintén kérni egy újat nálunk, illetve sportorvoshoz el kell menni, hiszen a sportorvosi igazolás az kötelező ahhoz, hogy valaki pályára tudjon lépni. Felnőtt játékosnak ugye egy esztendőre, 18 éven aluli labdarúgónak pedig fél évre szokták megadni a sportorvosi engedélyt. A Magyar Kupa megyei selejtezőire a 16 megye 1-es csapat mellett 17 megye 2-es és 3 megye 3-as együttes nevezett. Közülük 4-en jutnak majd fel az országos főtáblára. A bajnokságban az augusztus 12-13-ai hétvégén indul útjára a labda, a Magyar Kupában pedig már az előző héten pályára lép 8 együttes. Mindkét megyebeli NB2-es futballcsapata a hétvégén tartja a bajnoki főpróbáját. A Kisvárda Masztergud szombaton 17 órai kezdettel a Putnokot, vasárnap szintén 17 órától a Szatmár Németit fogadja. A Nyíregyháza Spartakus szombaton 10 órától az Örökös Földön a Tája, vasárnap 18 órától a Városi Stadionban a Cigánd ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Jövő hét elejére befejeződhet a búza aratása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint ebben az évben nem csak a mennyiség, a minőség is kiemelkedően jónak bizonyul. Tavaly hektáronként 5,2 tonna volt a termésátlag, ettől jobbra számítanak idén, tette hozzá Rácz Imre. A dinnye gazdák ügyében is történt lépés, a Nébih vizsgálatot indított az irreálisan alacsony áron értékesítő áruházláncoknál. Több mint 2,2 milliárd forint összértékű fejlesztések előtt áll Vásárosnemény. A Beregi városban nagy hangsúlyt fordítanak a turisztikai beruházásokra, intézmények felújítására és energetikai korszerűsítésekre. De bővítik az egyik óvodát is csoport- és oktatószobákkal, illetve egy tornateremmel. Szombaton kezdődik Kelet-Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, a 33. Téka népművészeti tábor, amely a Kárpát-medence néptánc és népzenei hagyományait, illetve a magyarság ősi foglalkozásait eleveníti fel. Az önkormányzat tervei szerint egy 100 millió forint értékű beruházás eredményeképpen hamarosan fejlesztik a tábornak évről évre helyet biztosító nagykálló harangodot is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Továbbra is igen meleg, labilis rétegzettségű levegő alakítja időjárásunkat. A hőség mellett záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az éjjel gomoly felhőképződésre lehet számítani, majd csökken a felhőzet, de zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 18 fok között alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap még folytatódik a hőség, záporral, zivatarral tarkítva. A jövő hét első napjaiban egy hullámzó front hatására több helyen várható zápor, zivatar. Hétfőn még csak északnyugaton, kedden már másutt is megszűnik a kánikula, de a hőmérséklet nem csökken tartósan az átlagos alá. A hét második felében száraz, ismét egyre melegebb időre van kilátás.